Üdvözlök mindenkit, Necrocrime vagyok. Srácok, jön egy kis antem. Nemrégiben bejött egy új patch, ami lényegesen változtatott egy-két dolgon, és ki lehet jelenteni azt, hogy jobbá tette a játékot. Ezen kívül csak, hogy a tisztázás véget fogunk beszélgetni uh, arról, hogy melyik jelecske mit jelent az antemben, és hogy érdemes leolvasni. Semmi nagyon uh, vészes nem lesz ezzel kapcsolatban, csak hogy biztosak legyünk ebben az egész ö, dologban. Kezdjük is azzal rendben, tehát az antenben minden gírcucnak van egy adott fajta jelecskéje. Az egyik mellett vagy egy kis fogaskerekecskét látsz, a másik mellett vagy egy kis ilyen emberszerű valamit lánc, ami a javelint képviseli. Amit tudnod kell arról, hogy a fogaskereket látsz, akkor az adott képesség, amit ahhoz a ö, tárgyhoz kapsz, csak arra a tájra érvényes. Tehát, hogyha a fegyvered melletti fogos van ott, hogy e, e, damage plusz 5 százalék, akkor az csak a fegyverre vonatkozik. Ugyanakkor, hogyha e, van egy kis jelecske ott mellette, akkor az a damage az vonatkozik minden cuccra, ami a javelineden van. Ha képesség mell, bocsánat, és a gír mellett ott van mondjuk, e, hogy kettes zárójel plusz 10% damage, akkor azt tudnod kell, hogy csak a kettes képességedre vonatkozik az az extra damage, és is itt szóval semmi nem bonyolult, de azt hiszem ez így jó tisztázni uh, ezeket a dolgokat, főleg mert ráépül a következő dologra, amit szeretnék uh, beszélni, ugye. Beszélgessünk egy kicsit a lakról, szóval a szerencse. Uh, eddig úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon félre működött. Uh, Tesztegettük egy csomót egy barátommal, tehát volt úgy, hogy volt 190% lakja berakva uh, a gírébe összesen, és neki nem dobott több szerencsével masterwork itemeket, mint nekem, és nekem csak egy 30%-os volt. Na most ezt állítólag kiavították, szóval a lakok ezentúl sztekkelődnek. egészen, szóval ezt jegyezzétek meg, egészen 190%-ig, szóval 190%-nál több lakot ne rakjatok, mert nem fog működni. Ugyanakkor, és ez egy fontos dolog, azt hiszem. Ugyanakkor a Luck, bár működik a Masterwork-ös itemekre, nem működik, ha jól értettem, a patchekből, de nem fog működni a Legendary itemekre. Tehát Legendary itemek mindig ugyanolyan eséllyel fognak működni, vagyis droppolni. Ha minden igaz, javítsatok ki, írjátok le, hogyha tévednék ebben de uh, eddig úgy értelmeztem, hogy Legendary itemek minden esetben uh, úgy fognak dobni. Szóval uh, 30 -a szint fölött nem lesz több zöld, illetve fehér cucc. Azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, hogy őszintelejek. Szóval Ja, ez, ez kellett, Grandmaster szinten, ahogy haladunk egyre, Grandmaster szinten meg fölé, tehát ilyen, hogy fehér-zöld cuc már nem fog lenni, ez, ez egy jó dolog, ezt már régi kellett javítani, tudnám értékelni, hogy a Grandmaster 3 szinten már kék cucc sem es esne, mert amúgy is, hogyha az ember előbb-utóbb elér oda, hogy Grandmaster szint 3-ot tud játszani, és könnyedén ha tud haladni Grandmaster 3 szinten a csapatjába, akkor kék cuccokra már nagyon nem lesz szükség, mert hogyha a consumables is legyártod, és megcsinálod már, az is minimum lila kell, hogy legyen. Szóval nagyjából már ugye a, zöldnek, a kéknek zöldnek sem lesz sok értelme ott azon a szinten. Fontos dolog még, ahogy változtattak a loot rendszeren, és ahhoz, hogy milyen bónuszokat dob ki a különböző gírek mellé, a játék egy kicsit kiigazították, hogy úgy is mondjam, mert most ugye eddig hogy működött a loot rendszer? Minden gírhez mindenféle statot tudott dobni, és az nagyon-nagyon-nagyon megkavarta a dolgokat, és nem igazán lehetett számítani arra, hogy a játék valami olyasmit fog kidobni neked, pont arra a cucra, amire szükséged van, hogy kidobja. Így nagyon-nagyon kevés volt az esélye, hogy egy elég összeszedett buildet tudsz csinálni, de őszinte leszek veletek. Nekem, nem tudom, valószínűleg szerencsém volt, mert egész jó cucokat dobott, ahhoz képes egész korrekt bildeket tudtam csinálni. Úgyhogy most majd meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Mert hogy ezután például a fegyverek eddig úgy működtek, hogy egy nagy halmazban voltak, és bármilyen fegyver dobott neked a játék, uh, random uh, képességekkel, bónuszokkal látta el azt a fegyvereket, szintén egy nagy halmazból. Na most, ezeket a halmazokat, ezeket most szétszették, és a fegyvereknél csináltak egy Assault Rifle kategóriát, egy sniper egy Light Machine gun egy pisztolyt, Heavy Pistol, stb. Tudjátok, tehát szétszették kategóriákra a fegyvert, és fixen beraktak uh, képesség bónuszokat a fegyverek mellé, amiből a játék sorsolt a fegyvereknek. Tehát, ha egy, kapsz egy assault rifle akkor a képesség, amiket a játék sorsol neki, az csak assault rifle kategóriákból lesz, és arra fog fókuszálni, és... Na most ezen kívül azért ne legyen annyira egyszerű a dolog, ugye az Assault Rifle kategóriára fog fókuszálni az a, az, az adott bónusz, de ugye ha lehet, hogy egy kis fogas kerekecske jelet fogsz kapni, és mondjuk az a plusz 20% Assault Rifle damage -et. Ugyanakkor, ha nincs szerencséd, kaphatsz egy olyan képességet, ami a teljes Javelint érinti, tehát egy kis emberjeleske képességet, kaphatsz egy olyat is. Mit tudom én, hogyha... Nem kapsz Assault Rifle Damage-et, ami ugye a legjobb lenne, akkor a rendszer ki fog neked sorsolni egy olyat, hogy Acid Damage Resistance, vagy plusz 5% Gear Damage. Az a, az a lényeg, hogy valami olyasmi uh, sorsolást kapni, ami a teljes javelin érinti, ahelyett, hogy egy kis fogaskerekeskét kapnál, ami csak magára, a cucra uh, érvényes. Ezen kívül felosztották még ezeket a kategóriákat. Um, Major primary és major secondary, és akkor kép képességekre. Tehát úgy van, hogy major primary, minor primary, major secondary és minor secondary, hogyha egy masterwork item vagy egy legendary item esetére gondolunk, és annak négy tulajdonsága. Tehát lesz elsődleges, képességek és másodlagos képességek, amik a játékos kisorsolhat az adott tárgyhoz. Szóval, ami a jó dolog ebben az egészre, hogy az elsődleges képességek, tehát a, a nagyobbik elsődleges képesség és a kisebbik elsődleges képesség, ahogy a Major One and may, uh, minor, uh, may, Major One és Minor One, képességek csak arra az adott tárgyra fognak fókuszálni, és annak ugye az erősségeire fognak hatni. Ugyanakkor a major secondary és minor secondary valamiféle túlélésre fognak fókuszálni, extra védelmet több repülést kapsz, több sebességet kapsz, tehát valami ilyesmire fognak fókuszálni. Ez egy jó, jó kis dolog, az biztos, hogy most nagyon be van kategorizálva, a, az egész, és olyan érzésem van, hogy a rendszer ugye egy szűkebb körből, egy szűkebb halmazból kell válogasson minden, minden fegyvernek, ezáltal nagyobb esélyen forgatsz ki valami olyasmit, ami neke, amire neked szükséged lesz, az biztos, hogy változatos bildek még lehetnek, de ez könnyen tolhatja a játékot egy bizonyos meta felé, mivel hogy a játék egy kisebb halmazból választ minden tárgynak, mert minden tárgy külön kategóriába esik, külön kategóriából választ nekik a rendszer, így aztán könnyen megeshet, hogy mindig előfordulhat, hogy lesz egy tökéletes build. Egy egy, egy egy meta, ami mondjuk viszi a Grandmaster 3-at, 1-et, 2 stb. Uh, és a játékosok hajlamosak lesznek csak arra menni, csak arra menni, pedig rengeteg jó változás, uh, buildféle létezik a játékban. ugye. Um, nekem te tetszik ez a rendszer, jó ez a rendszer, de a rigivel sem volt semmi bajom, mert sokkal nagyobb figyelmet igényelt az, hogy tudja, hogy milyen gíreket hogyan is teszel be, és hogy összeszámold a dolgokat. Egyikkel se volt semmi bajom, ez csak kiszámíthatóbbá tette egy kicsit a játékot a másikkal ellentétbe, és hogy még nincs annyi tartalom a játékba, és nincs annyi bónusz képesség fajta, legalábbis ugye úgy tűnt fel, amiből a játék válogathat, így, nem tudom, hogy hogyan fogja befolyásolni a jövő játék mennyiségét, de lehet, hogy nagyon gyorsan kifarmolod azokat a bónuszokat, amire neked szükséged van, hogy túléljél. Feltöltök hamarosan egy videót arról, hogy ö, hogyan mentünk egy Grandmaster 1-es szintet, anélkül, hogy teljesen felkészültek lettünk volna rá, szóval ö, teljesen nem voltunk rá felkészülve, leszámítva két srácot. Ö, közölünk, akik ott voltak, mondjuk, hogy ők úgy mm, fel voltak rá e, készülve, e, de én, és még egy teljesen nem volt meg a gírünk arra, hogy egyáltalán ott mi, mit keresünk, és úgyis végig tudtunk menni rajta, egy kicsit kínlódva, de végig tudtunk menni rajta. Srácok, ennyi lett volna, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj el a Discord szerverünkre csatlakozzatok fel, antem Uh, hogyha Antemmel játszatok, találjátok meg egymást, adjátok hozzá egymás baráti listához, hogy több lóvé tudjatok keresni. Ja, nem, nem az, hogy és együtt játszok, nem több lóvé. Uh, na jó, ennyi volt. Uh, kérdéseket, kommenteket, esetleg, ha valami kijött egészítsétek ki, kérlek, várom a komment szekcióban. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!